A hősi temetőben sírhely és emléktábla őrzi Nyírtelken annak a 10 katonának a történetét, akik megakadályozták majd 150 ezer magyar és német katona bekerítését 1944. októberében. A csatáról és a 10 hősi halottról 40 évvel később emlékeztek meg hivatalosan először. Az itteni 16-os dandár, illetve a felderítő osztály harcérintkezésbe került az orosz seregekkel, és ennek következtében tudták megállítani az előrenyomulást, ami azt eredményezte, hogy a magyar, illetve a német seregek vissza tudtak vonulni a Tisza vonala mögé, és tulajdonképpen ez egy olyan harc volt, aminek következtében 150 ezer ember megmenekült. Erre emlékezünk mi mindig, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos. 1984 óta van is egy emlékhely, egy sírokkal és 10 hősi halottal, amely a hősi temetőben található, és talán ez volt az egyik, hanem a legelső olyan emlékhely, ami a második világháborúra emlékeztek meg. Az 1944. októberében vívott hortobágyi páncélos csatával összefüggésben 1944. október 27-én a debreceni 16. felderítő osztály katonái támadást indítottak a Királytelek alsó Sóskút térségében beásott szovjet erők ellen. Ezzel hozzájárultak Nyíregyháza ideiglenes visszafoglalásához. 1944-ben Malinovszkij marsall Nagyvárad irányából szeptemberben egy nagy támadást indított. Éppen azért tudta megindítani ezt a támadást a második ukrán front vezetőjeként, mert a Románia átállt 1944. augusztusában, és a román hadsereg is, tehát így Erdélyen keresztül tudtak Magyarországra jönni, mert a keleti Kárpátokba, a mai Kárpátalja felől Petrov hadseregtábornok elakadt a támadásával. Tehát Malinovszkij Debrecen térségébe ért, és jól látta a német hadvezetés, hogyha nem lépnek, akkor harapófogóba kerülnek, ezért váratlan ellentámadást indítottak Debrecentől nyugatra, ez a nagy debreceni páncélos csata 44 októberében, és ezután gyakorlatilag sikerült a magyar-német erőket a Tisza vonalára visszavonni, viszont Nyíregyházáért áldás küzdelem folyt, mert Malinovszkij csapatai betörtek ide október 21-én éjszaka, és el is foglalták utána a várost, de sikerült utána visszavenni a várost, Nyíregyházát, tehát egy hetes nagy harcok folytak, és ennek része volt október 27-én a Királytelki csata, itt Felső Sóskút Dózsaszőlő térségébe, ahol szintén a magyar katonai egységek hősi magatartást tanúsítottak. 1984 óta Nyírtelken az önkormányzat és az intézmények vezetői minden évben elhelyezik az emlékezés koszorúit.